Berlin bei oss dafür döbe. Menjünk be a fürdőbe. Sziasztok! Képzeljétek el, hogy Sopronban végre esett a hó. Igaz, hogy nem túl sok, viszont már nagyon régóta szerettem volna egy ilyen téli napi videót csinálni az állataimmal, vagyis hát főként a Merlinnel, illetve ugye a hörcsöggel. Úgyhogy végre el tudom ezt is készíteni. Igazából egy egész napomat szeretném megmutatni, mivel most éppen szombat van, otthon vagyok, és hogy miket is fogunk csinálni hóesésben, illetve egy kis hóban. Hát Merlin nem mondom, hogy annyira élvezni fogja, viszont én annál jobban, úgyhogy mondom is a tervet. Merlin általában séta után szeret reggelizni, illetve a hörcsögnek is majd akkor így utána fogok adni kaját, aztán meglátjuk majd, hogy milyen lesz. Illetve vannak tacskós, horgolt figuráim, azokat is szeretném befotózni a havas háttérrel, úgyhogy majd oda is keresni fogok egy jó kis helyet, ahol ezt meg tudom csinálni. Szeretnék Merlinről is néhány havas képet készíteni, hát ez majd nem tudom, mennyire fog sikerülni, mennyire bírja a lába a hideget, de majd meglátjuk, hogyha már nagyon fázik, nyilván nem fogom erőltetni. Illetve amit még kitaláltam, van itt a közelünkben egy lovarda, és oda el tudunk sétálni, és ott már akarom nézni a lovakat, akik éppen kint vannak karámba. Hát tudok néhány jó kis felvételt készíteni róluk is, hiszen hóesésben a lovak azok nagyon-nagyon szépek. Miután ez megvolt, valószínűleg délután játszani fogok a Merlinnel, egy kicsit tanulgatunk, megcsináljuk majd a feladatokat, illetve horgolnom kell, úgyhogy az már nem lesz olyan izgalmas, de remélem az első részét élvezni fogjátok. Fogom vinni magammal az állványomat, hiszen nem olyan túl régen érkezett, és ez egy szuper eszköz. Nem kell végre mindenhova össze-vissza lepakolnom a telefont, főleg ilyen vizes közegben. Úgyhogy reméljük, hogy működni fog, és annyira nem fúj a szél talán, hogy ez így megálljon. Megpróbálok Merlinre kettő ruhát feladni, mivel eléggé hideg van, és ez így elég vékony, ez meg nagyon szellős, úgyhogy meglátjuk, hogy hogy sikerül. Hát ez a projekt lehet, hogy nem lesz így jó, mivel nem mozdul meg a kutya, pedig amúgy meg tudna. Végül egy harmadik ruhát adtam rá, talán jó lesz. Nyilván nem is én lennék, beraktam a Merlint az első ülésre, aztán az történt, hogy ide átmászott, ráállt a kormányra, és akkor eltudált az állat. Úgyhogy ez véget kutya inkább a hátsó ülésre került, így biztonságosan. Gyerekek, amúgy én ezt nem hiszem el. Konkrétan most ahova jöttem, ott kevesebb hó van, mint nálunk, pedig ez nagyon közel van. Úgyhogy most lejjebb nézünk, hát hogyha ott az erdőnél több hó van. Hát nem baj, megnézzük, aztán majd látjuk. Most már csak az lesz a szép, hogyha a hó helyett még a lovak sem lesznek kint. De azért bízunk benne, hogy valami felvételt tudok készíteni. Merlin, gyere ki onnét, mert befagy a lábad, amire leérünk. Merlin! Konkrétan -2 fok van, de azt írja, hogy a hőérzet az -6, mivel nagyon hidegen fúj a szél. Úgyhogy azért egészen gyorsan kéne ezt az egész dolgot megcsinálnom. Thank you.
ide! Most megyünk lejjebb, megnézzük a lovakat. Egyébként én nem ide járok lovagolni, viszont sétálni nagyon sokszor jövünk erre, és ezért gondoltam, hogy most is nézzük meg. Nagyon hideg van! Képesztően hideg van! Merlin az utat, arra megyünk át! Hotes! Hát sajnos nem volt szerencsém, nincsenek kint a lovak, úgyhogy ez a videó felvétel most kimarad. Szóval kutyát beraktam az autóba, gyors megcsinálom ezekről a kis képeket, aztán megyünk is haza. Szétfagytunk Merlinre meg, úgy fázik, gyors bekapcsolom a fűtést, aztán megyünk haza. Még mielőtt leveszem az összes ilyen meleg cuccot, adok a madaraknak is kaját, mivel ilyenkor nem nagyon találnak. Stílus. Ezt nézzétek. Ó, basszus. Nyilván minden tele van hóval. De nagyon szép. Ahogy jöhetnek enni. A italomfalatot elfelejtettem odaadni Merlinnek séta közben, úgyhogy most fogja megkapni. Egy ilyen kis kolbászt fog kapni, ha ki tudom nyitni. Na, te tudod, hogy kell, ugye? Tessék. Ennyi volt. Most pedig adok kaját a Merlinnek, illetve a hörcsögnek is, de olyan káosz van a konyhában, hogy magamnak csak utoljára adok kaját, mivel először rendet kell rakni. A hörcsögöm kajája egy kis paradicsom, uborka, illetve paprika lesz neki. Igyekeztem leszedni a héját az uborkának, de ahogy látom, egy pici rajt maradt. Gombóc jelenleg alszik, viszont nézzétek meg ezt a káoszt. Oda rakja ki mindig a zöldségeket, meg a magvakat, és ilyen csúnya lesz tőle. Mindenhol brutális nagy káosz van, a házikóját szétszette. És itt is nagy káosz van, úgyhogy mindjárt hozom a kis ecsetet, azzal szoktam rendet rakni, ameddig alszik. De lehet, hogy ilyenkor fel is fog kelni, nagyon be van épülve most oda. Itt van a szekrény, itt tárolok minden állatos dolgot, és itt van a csodaeszköz. Ezzel szoktam lesöprögetni a dolgokat, amiket ő itt összekoszolgat. Mindjárt hozok valamit, amiben bele tudom. Bár ebbe belesöpröm és ki is dobom akkor ezt a magot, mivel már ki van nagyon válogatva. Ott van ám a kíváncsi fáncsi. Ott van. Szia, gombóc. Már kezd amúgy öregedni, egy kicsit látszik a bundáján. Jó reggelt. Raktam neked ennit. Még álmos. Most megy megnézni, hogy mit kapott. Ügyesen, gombóc föl. Ügyes vagy. Hát lehet, hogy a takarítás későbbre marad, mert most eszik, és nem szereti, hogyha itt az ecsettel piszkálódok. Ugye, Pipi? Ugye? Hát szia! Hát szia! Azt hiszem, hogy is a videóban valaki hiányolta őt, úgyhogy arra gondoltam, akkor őt is mindjárt itt meg tudom mutatni. Teszünk mindjárt apró magvakat is, frisset, jó? Mindjárt teszünk. Na, most lehet falatozgatni. Az a baj, hogy ez már az alja az acsinak, úgyhogy inkább ilyen apró magvak vannak benne, de már vettem egy újat, úgyhogy nem sokára azt is megkezdjük. Olyan kis édes, amikor eszik. Mosakvás! Hát sokat nem ettél most. Jöhet a másik fenevad. Nézzétek meg, minden játékot szétszórt. Gyere reggelizni, egyél okosan. Most, hogy mindenkinek adtam kaját, én egy ilyen pesztós kenyeret fogok enni, szerintem lehet, hogy pirítós kenyeret, mozzarellával, salátával, úgyhogy alig várom, nagyon finom, a zöldet már félig megettem, pirosat azt még nem, az ugye paradicsomos, és ugye mind a kettő egyébként bazsalikomos pesztó, és nagyon-nagyon finomak. Az ebéd pedig mézes mustáros csirkemell lesz, de még előtte rendet kell raknom a konyhában. Játszunk egyet? Játszunk? Ide! Hozz ide gyorsan! Hozz ide gyorsan! Forog! Gyorsan! Hozzad gyorsan! Hozzad!
Basszus, kifújja a kezemben a szél a telefon. Szóval délelőttihez képest, most már 4 óra van, horgoltam egészen idáig, és nem lett jobb idő, megyünk most Merlinnel, ott van, és találkozik a barátjával. Elindulunk hazafele, itt van Merlin, éppen szaglászik. Most már olyan sok minden nem fog történni, úgyhogy el is köszönök tőletek, ez a videó ennyi lett volna. Remélem, hogy tetszett nektek, ha igen, akkor iratkozzatok fel, én meg megyek a melegbe. Sziasztok!